Tisztelte, köszöntöm Önöket, jó estét, Róna Jégon vagyok, az Egyenes Beszédet látják. Az egészségügy egy olyan téma, amihez voltaképpen minden nap lehetne vendéget hívni, mert hogy minden nap ad számunkra újdonságot, érdekességet vagy friss híreket. Így történt ez a mai napon is, úgyhogy lesz mit megbeszélni majd Hegedűs Zsolttal, aki a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának elnöke. Jó estét kívánok, és Kuner Zsombor egészségügyi szakértővel. Jó estét kívánok. Itt van egy hír, ami most már cáfolat fázisba jutott. Az EMMI szerint az a hírportál, az Index, amelyik először hírulatta, a Ján Ferenc kórház 7 sebészéből 6 felmondott, rémhír terjeszt. Ezt ennyivel el is intézték, és hozzátették, hogy 23 sebész dolgozik a kórházban, tehát semmiféle vészhelyzet, válsághelyzet nincs. Különben is 2 hónap a felmondási idő, tehát a magas színvonalú ellátás változatlanul biztosít. És jön a karácsony és a varázspálca. Én meg nem tudom, hogy mi jön, azt az uraknak kell tudni, hogy mi jön, mert ilyenkor mi jön egy kórházban, vagy mi történik? Írnak a Jézuskának és kérnek sebészt. Tehát nyilván ilyenkor álláspályázatot kell írni. Nagyon fontos, hogy a 26 sebészből, amit az EMMI állít, egyáltalán van ennyi. Tehát ez igaz-e? Én ebben sem vagyok biztos. Hány szakorvos maradt? Hány olyan, aki önálló műtétre képes? Ez így van. Én azt láttam, hogyha az Index hírét elolvasom, ott is azért sok hiányosság van, illetve sok kérdésben nem felmerül, de hogyha az EMMI-nek úgymond a cáfolatát vagy a nyilatkozatát, akkor is Lafay nekem nem megnyugtató. Tehát nagyon jó lett tudni, hogy abból a 23 sebészből, akik ott vannak, azokból hány szakorvos, hány olyan orvos, aki önálló ügyeleti ellátást tényleg el tud végezni, illetve olyan főorvos, aki mellé nem kell még 2 főorvos betenni, hogy el tudjon végezni egy rutin műtétet. Már egy főorvos mellé miért kellene még 2 főorvos? Azért, mert azért vannak különböző standardek, tehát azért nem minden főorvos tud egyedül önállóan olyan műtétet elvégezni, ami mondjuk elvárható. Ez mondjuk nem csoda, ezzel nincsen semmi probléma. Csapatokban dolgozunk, tehát én azt mondom, hogy pontosan az, hogy 6 vagy 7 ember fölmond, nekem azt mutatja, hogy egy csapat akár fölállt, és egy csapatot helyettesíteni az egy nagyon-nagyon nehéz folyamat. Visszatérve az egészre, én úgy gondolom, hogy amit most hallunk és látunk, alapvetően ez egy olyan tünet, hogy recseg, ropog a rendszer, ezt már tudjuk régóta, tehát jövő hónapban máshol fog recsegni, ropogni a rendszer, illetve visszavezetném ezt az akut, tehát a hasi sebészeti osztályon levő nagy terhelés miatt felmondásra kényszerülő orvosoknak az esetét arra, ami nem is tudom pontosan mikor volt. 2016-ban. Az olyan félszavakból értik egymást, látom. Igen, 2016-ban összehívták az osztályvezető főorvosokat Budapesten, és alapvéve kimondták nekik, elmondták nekik, hogy az a határozat született, hogy mostantól kezdve 24/7-ben, tehát minden nap akut ügyeleti ellátást kell ellátni minden egyes hasi sebészeti osztálynak. Ezáltal egy olyan nagy feladat, illetve hát kívánalomnak kellett megfelelni, hogy minden nap ki kellett állítani egy ügyeletes tímet. Ez alapvetően igazából szakmai megegyezés, illetve tárgyalások nélkül született szerintem ez, és most ezt látjuk és ezt halljuk. Nekem az EMMI cáfolata azért biceg egy kicsikét, amellett, hogy fogalmam nincs, hogy teljes egészében mi a valóság, de ezt ismerni kéne a kórház belső viszonyait, mert Ralovics Zsolt főigazgató válaszolt az Indexnek az értesülésére, és ő nem azt mondta, hogy van nekünk 20-valahány orvosunk és semmi probléma, hanem azt mondta, hogy tovább folytatja az egyeztetéseket az osztály orvosaival, és itt a folytatásban meg teljesen egyértelműen kiderül, hogy mi lehetett itt a probléma, egyúttal biztosítva a feltételeket, feladatuk ellátásához anyagi és tárgyi eszközökkel, de a munkakörülmények javítása érdekében tett intézkedések sorozatát is folytatjuk, és felajánljuk az ügyeleti díjemelést, amit nem fogadtak el. Igen, mert tehát, hogy itt azért itt egy összetett probléma lehet, ezt mind orvosolni akarja a főigazgató. Több éves probléma van a háttérben az én ismereteim szerint. Itt arról van szó, hogy olyan eszméletlen munkaterhelés tevődött rá ezekre a sebészekre, hogy ezt nem bírták. Tehát induljunk egy picit el abból az állandó veszőparipámból. Budapesten van 23 kórház. 2016-ban előtt ebből a 23 kórházból 5-6 volt Kány szerint, a központi ágynyilvántartó szerint kötelezett sebészeti ügyelete ellátására. Akkor egyébként nagyon helyesen az a döntés született, hogy ha te kórház, kérlek szépen, sebészetet kívánsz fenntartani, akkor leszel szíves ügyeletet is fenntartani. Ez azt jelenti, hogy minimum 5 szakorvosnak kell, mert hogyha 24, 7, tehát minden nap 7-24-ben dolgozó ellátásról beszélünk, akkor 5
fő kell ahhoz, hogy tisztességesen ezt el lehessen látni. Tehát minden osztályon elméletileg 5 orvosnak kell szakorvosnak lennie. 15 helyen adja ki most, 15 helyen maradt meg a sebészet, és miért? Miért maradt meg 15 kórházban sebészet, és miért? Ugye nem túl bonyolult elképzelni, azért maradt meg, a sebészet egy manuális szakma. Ez egy hálapénzes szakma. De a hálapénz nem az ügyeletekből jön, hanem az előjegyzett betegekből. Akkor, amikor a kórház, és a délpesti kórház ilyen, 500 ezer emberre ügyel, jóval nagyobb területre mondjuk, mint a Szent Margit kórház, aki töredékére ügyel, akkor az a kórház, annak a sebész csapata arra van lekötve, hogy ezeket a belső betegeket megoperálja, és ne legyen ideje azokra a betegekre, akik egyébként hálapénzt tudnak adni Dadélpestiben. Nem ez volt a legnagyobb probléma, hanem az, hogy ezek a szerencsétlenek tényleg éjjel-nappal operáltak. Tehát kevesen voltak, és éjjel-nappal operáltak, mert az elosztása a sebészeti ellátó területnek az nem egységes volt és korrekt. Ha egyedül doktorhoz hadd forduljak, az etikai kollégiumnak, annak az elnöke is, ugye ez az orvosi kamara most újjáalakult, újra formálódik. Ezzel van dolga, amit most Kunesz Zsombortól hallottam? Mert nekem ez így első hallásra, már tőlem ez a mondat hülyén hangzik, de hajmeresztő. Úgy van dolga az orvosi kamarának ezzel, természetesen helyi és lokális problémának tűnik, de amit mondtam, sajnos, ha az egész nagy képet nézzük, akkor sajnos az egészségügy már tényleg a falai, a tartó gerendái már tényleg repedeznek. Most is egy repedés, egy hatalmas repedés keletkezett ebben. Amennyiben ez a 6 orvos felmond és tovább megy, akkor alapvetően ez egy dominó elvként, tehát gyűrűzik valahova majd máshova. Ez a 6 orvos talál majd máshol sebészeti állást, lehet, hogy magánegészségügybe megy, lehet, hogy néha-néha bemegy valamelyik kórházba ügyelni. Ez már a magánegészségügyben is orvos hiány van, mint halljuk. Ott is, és alapvetően működik ez a tovább gördülő probléma megoldás, de alapvetően igazán azt, hogy egy konstrukciót átgondoljunk, és egy érték alapján kezdjünk fölépíteni egy egészségügyet, ami például a főigazgatónak a nyilatkozatában van, hogy magas minőségű ellátás folyik a délpesti kórházban. Én nagyon szeretném, hogyha az igazgató úrnak lennének olyan fegyverei, vagy olyan töltényei, amit ilyenkor el tudna sütni. Tehát például, amikor azt mondaná, hogy az elmúlt fél év beteg elégedettségi vizsgálataink alapján 99%-a a betegeinknek ajánlaná a délpesti kórház sebészeti osztályát családtagjainak, meg barátainak a tapasztalatuk alapján. Vagy a kórházi fertőzési rátánk sokkal alacsonyabb, mint a magyar nemzeti átlag. Vagy a reoperációnk rátánk sokkal jobb, mint a nemzeti átlag. Ha én ezeket hallanám, nincsenek ilyen kutatások? Lehet, hogy belső adataik vannak, tehát az osztályvezető főorvosnak van, vagy a kórházigazgatónak van, de ilyenkor ezekkel nagyon jó lenne előjönni, és akkor azt mondanám, hogy igen, az, hogy egy magas minőségű ellátás folyik, most félre ne értsen, tehát nem azt mondom, hogy a délpestiben nem az van, de nem tudom. Tehát ezek nagyon jó lenne, és így kapnák vissza a betegek is a bizalmat, hogy azt mondják, hogy most 6 orvos ugyan valamilyen ok folytán összeállt és fölmond, de a beteg elégedettségünk, a műtéti technikánk, a minőségű mutatóink még ugyanúgy maradtak ugyanazokon a standardeken. Ez az, ami Magyarországon nincs, de egyik kórházban sincsen. Tehát ezt kell a Magyar Orvosi Kamarának megváltoztatnia. Ezt is nyilván meg. Például azzal is lehet, hogy már nem az önök dolga. Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára szólalt meg. Ő minden évben egyszer elmondja ezt, én emlékszem rá, tavaly is elmondta, hogy mennyivel tartoznak a kórházaknak. És most mondott egy olyan számot, ami egészen elképesztő annak fényében, hogy megint azt hallottuk, hogy kifizette az állam a kórházi adósságokat, 70 milliárd forinttal tartoznak a kórházi beszállítóknak. Voltak éppen a magyar állam, tehát úgy tetszik, mi mindannyian, mert ezt mi finanszírozunk, vagy nekünk kéne. Van olyan 10 milliárdnyi, amelyik egy évvel ezelőtti tartozás már, tehát 2018-as. És ő nagyon keményen úgy fogalmaz, hogy felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy azonnal rendezze az adósságokat, mert hogy ezek a cégek miért kellene, hogy finanszírozzák az állam helyett a kórházaknak a beszállításokat. Hát ezek magáncégek általában, tehát nem helyettünk fizetnek és dolgoznak. De a finanszírozás az híresen alultervezett. Tehát a kórházfinanszírozás, ugye én mindig elmondom, hogy alapvetően onnan indul a probléma, hogy alkalmatlan embereket ültetünk alkalmatlan pozícióba. Utána ezeken az alkalmatlan emberekkel megpróbáljuk elverni azt, hogy kevés pénzt adtunk, és nem tudta elhozni az acskos tejet a boltból. De akkor leginkább ő attól alkalmatlan, hogy elvállalja, mert lehet, hogy alkalmas lenne, hogyha normális finanszírozás lenne. Nyilván, nem, valószínűleg akkor sem, mert... De te sosem fog kiderülni, ha így haladunk. Nem, tehát a kettő
két dolog van egymás mellett párhuzamosan, és hosszú-hosszú évtizedek óta ez a kettő uralja a magyar egészségügyet, alkalmatlan vezetés és pazarlás és alulfinanszírozottság. A magyar egészségügy problémáit most úgy akarja megoldani a kormány, hogy a TB potyautasokat szeretné szankcionálni. Hát erről gondolom hallottak, mert ez egy törvénymódosítást is eredményezett. Azt mondják a szakszervezetek, most a Magyar Szakszervezeti Szövetség legutóbb, hogy 100 000-ek, vagy olyan 5-600-700 000-re satszolják, nincs adat. Maradhatnak egészségügyi ellátás nélkül a jövő év változástól. Elképzelhető az, hogy van egy házi orvos, aki az a küldi az ő korábban évtizedek óta kezelt betegét, mert a gép azt mutatja, hogy nincs TB-je? Etikai elvek alapján nem teheti meg. Tehát ez az, ami abszolút hiányzik ebből a törvény módosításból, illetve a törvényből. Valaki, valószínűleg egy pénzügyminiszter adóügyi államtitkári asztala mellett írt egy nagyon szép törvényjavaslatot és törvénymódosítást, ami alapján úgy gondolta, kiszámította megfelelő statisztikai és számisztikai adatokból, hogyha ezt így bevezetjük, akkor nyerünk 6,6 milliárd forintot. A probléma az, hogy abszolút nem kérdezte meg a front végeken dolgozókat, az orvosokat, a szakdolgozókat, illetve például a Magyar Orvosi Kamarát vagy a Kórházszövetséget, hogy ez pontosan a gyakorlatban milyen szituációkat fog eredményezni, illetve hogyha kigyújlad egy piros tajszámos beteg, és akkor, nekem ezt kell eldönteni. Ugye ez a számítógépen, hogyha beírja a tajszámot, akkor jelzi a gép a státuszt. Így van, hogy ez most egy piros jelzés, az azt jelenti, hogy mondjuk 3 havi egészségügyi járulékot, ami körülbelül 23 ezer forint nem fizetett be. Ergo ez azt jelenti az új törvénymódosítás alapján, hogy én, ha nem akut az ellátása, akkor csak akkor fogadhatnám, hogyha ezt rendezi, illetve hogyha kifizeti az ellátást. A probléma az, hogy először el kell döntsem, hogy akut vagy sem. Ergo meg kell vizsgáljam a beteget. Ha a legkisebb tünettel bejön ön hozzám, meg kell nézzem azt, hogy ez most tényleg az a tünet, vagy tényleg nem egy akut dolog. Például, hogyha önnek van egy gyomorfájdalma, az nem csak azért, mert egy picit... Lehet gyomorrontás, meg infarktus. Vagy egy gyomorrontás, vagy egy infarktus. Na most utána föl kell állítanom egy kezdő diagnózist. És utána kezdő diagnózist valamilyen vizsgálatokkal, képalkotóeljárásokkal, laborvizsgálatokkal ki kell mutatni, akkor hol állok meg? Hol mondom a betegnek, hogy nézze, most itt nem tudom, hogy pontosan önnek mi a problémája, de még ezt. De nem is érdekel, de piros a lámpa. Ez nem, így van, és pirosan ég a lámpa. Na most ezt rátenni az egészségügyi dolgozókra, vagy a szakdolgozókra, vagy abba a betegfelvételi ablakba dolgozó kis nővérkére, vagy éppen abszolút nem nővér státuszban levő adminisztrátorra, hogy ő kommunikálja. Tényleg ez nála fog először megjelenni. Bejelentkezik a rendelőben, a recepciónál a kedves beteg, és piros a lámpa. Ez így van. Tehát és neki kell eldöntenie majd, hogy tovább engedi-e az orvoshoz? És neki kell konfrontálódnia. Mi történik akkor, hogyha az orvos, mondjuk kis település, nincs recepció, bekopogunk a doktor bácsihoz. Az orvos megvizsgálja, látja, hogy gyógyszerre van szüksége, felír na, egy receptet, de piros az ablak. De egy gyógyszert fel tudja írni sürgősséggel. Tehát ez statimmal felírja a receptet. A gyógyszerész ki fogja adni? A gyógyszerész is megnézi a tajszámot. Hát a gyógyszer, hogyha a statimmal van fölírva a recept, akkor köteles. Tehát a gyógyszerész nem bírálhatja felül az orvos döntését. Kérdés az, hogy utána az orvos kerül-e valamilyen kellemetlen helyzetben. Hát ki tudja azt megmondani budapesti hivatalban, hogy az orvos sürgősségi ellátásban részesítette a beteget, vagy csak jó fej volt? Elméletek kódoljuk ezt, tehát ennek megvannak a különböző beavatkozások. Megszaporodnak majd a sürgősségi ellátások? Még az is lehet, illetve azt mondom, hogy amikor eljutok mondjuk egy betegvizsgálatnál, és azt mondom, hogy ez nem sürgősségi, de én tudom, hogy mi a betegnek a baja, és tudnék tanácsot adni rá, akkor azért, mert piros a tajszáma, ezért ezt fogjam vissza magamba, és azt mondjam, hogy kedves Marika néni, most azért ez az ízületi gyulladásra, akkor ezt és ezt kéne csinálni, de ezt most önnek nem mondhatom el, mert ön nem sürgőségeset, meg kiderült a vizsgálatból. Tehát ezek mind annyira nem életszerű, ami a törvényben van, és azt kell mondanom, hogy abszolút az látszik, hogy nem tekintettek ki mondjuk más európai országoknak a gyakorlataira, például Angliára, ahol hasonló az ellátórendszer, mint Magyarország, kivéve, hogy nincs állapénz, ami azért fontos, de ott nincs olyan, hogyha valaki nem fizeti be a egészségügyi biztosítási hozzájárulékot, akkor nem látják el. Ha van lakcíme Magyarországon, akkor az önmagában jogosítja, hogy őt ellátják. Amennyiben nem fizette be a biztosítást, az megjelenik, de ott az adóhatóság elkezdi vizsgálni, és ők fogják levonni. Tehát ezt
Azt tudom mondani, hogy lehet, hogy önhibáján kívül nincs neki, mert van, lehet, hogy a munkáltatója nem fizette be a társadalombiztosítási. Abszolút, tehát, és ez egy olyan szituációt eredményezhet, amikor a beteget esetleg nem vizsgáljuk meg, és esetleg tolódik a kivizsgálása, és emiatt vagy egy nagyon súlyos egészségkárosodás szenved a beteg, vagy akár meg is halhat. Egy utolsó kérdés, egy utolsó mondatot kérek. Felel az orvos azért, hogyha bármilyen törvény van, a betegnek valami baja lesz attól, hogy ő nem látta el? Természetesen, hát ez bűncselekmény. Akkor tehát született egy olyan törvény, ami adott esetben arra sarkalatja az orvost, hogy bűncselekményt kövessen, hogy egy másik törvényt betartson? Vékony a mesdje. Köszönöm mindkettőjüknek.